Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket. Remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Kezdjünk is hozzá, szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé halad a világ? Mi baj van a világ haladásával? Célja meg az irány, nem jó. Igen? Pusztulása felé rohan. Aha. Nem megy, hanem rohan. És még mi a baj? Anarchia. Aha. Ki az, aki hisz valami felsőbbrendű lényben? Ami felsőbbrendű lényben, aki hisz? Az a nyomtatvány majd szünetbe, jó? Ma elég szünetbe kitölteni. Jó, a jelenlétét azt érdemes most is. Tehát hiszünk a felsőbbrendű lényben? Igen. Uh-huh. És ha mondjuk te lennél az a felsőbbrendű lény, amiben most hiszel, akkor vajon meddig hagynád, hogy az emberiség afelé haladjon, ami felé most jelenleg halad? Hát de gondold végig, nem? De mondjuk te lennél a mindenható, akkor, vagy az a felsőbbrendű lény, akkor meddig hagynád? Ha? És mit csinálná azokkal, akiknek esélyük sincs a változásra, már mint úgy értve, hogy a fejlődésre, jobbulásra, javulásra, hanem azzal foglalkoznak, hogy elnyomják a többieket. Mit csinálna velük? Nem holnap, hanem mondjuk úgy közép-hosszú távon. Ha te lennél a mindenható. Legyen lehetőségük újra. Hát gyorsan kivonnád őket a forgalomból? Hát ha a következő életükben nem elnyomoskodnak. Elmennek szertetetni. Ugye elnyomoskodás, ugye azt tudjátok, hogy senki nem született elnyomónak, hanem a gyerekkori életkörülményei által lett elnyomó. Tehát az lett elnyomó, akit elnyomtak gyerekkorba. Tehát nagyon elnyomtak. Nem kicsit, hanem nagyon elnyomtak. És abból lesz az elnyomó. Na most általában ez gyerekkorban alakul ki, és nem felnőttként. Tehát felnőttként csak ritkán. Tehát valaki felnő szociális emberként, akkor felnőtt korban már nem valószínű, hogy átváltozik elnyomóvá, ha csak nem vállal be egy olyan munkahelyet, ahol az az utasítás, hogy el kell nyomni az embereket. És akkor ezt sokáig csinálja, akkor előbb-utóbb elnyomóvá válik. Tehát ez a sokáig, ez évek, évekig. Tehát ugye ez általában olyan két év. Tehát ha valaki két évig elnyom, felnőttként, akkor szépen megszokja, és olyanná válik. Tehát elnyomóvá válik. A rendőrség katonaság, persze. Így van. De vagy adóellenőrzés. Bank? Nem. Az nem. Az nem, az elnyomó szervezetekre kell gondolni mindig. Tehát akik közvetlenül elnyomják az embereket. Tehát ha mondjuk olyan munkahelye van, hogy ő mondjuk katonaságnál dolgozik, de egy adminisztratív tevékenységbe ül egy irodába, attól még nem lesz elnyomó. Jó? Tehát neki személyesen kell olyan dolgokkal foglalkozni. Vagy például, mit tudom én, valaki katona lesz, de nincs bevetésen, hanem csak lövöldöz meg, gyakorlatozik, attól még nem válik elnyomóvá. Tehát akkor, hogyha be is vetik őt. Tehát a szó szerint neki el kell nyomni embereket, akkor. Akkor lesz valaki. De mondom, ez hosszabb időnek kell eltelni. A gyerekeknél is az úgy működik, hogy hosszabb távú elnyomást kap, és úgy válik
antiszociálissá, tehát elnyomóvá. És hát valóban úgy van, hogy ahogy említetted, hogy ugye az antiszociálisok, az elnyomók, azoknak csak egyetlen megoldás van ebből való kikerüléshez, hát hogyha újra születnek. Tehát nem tudnak visszaváltozni. Tehát annyira tudatosnak kellene ahhoz lenni, hogy visszaváltozzanak, hogy azt nem képesek. Tehát nem képesek, tehát egy elnyomó az eleve úgy működik, hogy nem jó állapotú. Tehát aki tartósan mondjuk rejtett ellenséges, az tartósan elnyomoskodik, és ugye ott van, azon a hangulati szinten van a legtöbb elnyomó, a rejtett ellenséges hangulati szinten. Tehát tudod, milyen a rejtett ellenséges, amelyik szemedbe mosolyog, de nem néz a szemedbe, szemedbe mosolyog, és hátulról meg rosszat mond rólad, vagy valami hasonló, vagy éppen tesz ellened valamit. Jó, és akkor ugye vannak a dühösek, haragosak, ugye, de azok már magasabb hangulaton vannak, és vannak az ellenségesek, azok még magasabb hangulaton vannak. Na most ugye, aki mondjuk ellenséges, az még könnyen lehet szociális, mert onnan nem nehéz felemelkedni. Mert följön egy féllel, ugye van nekünk egy skálánk, tehát egy kicsivel jobb hangulatba kerül, mint ellenséges, és már is nem ellenséges, tehát már nem elnyomoskodik. A haragosnak ugye többet kellene följönni, mert ugye a haragos az még meg kellene élni az ellenségességet, meg utána még följebb kellene jönni mondjuk az unalom szintjére, és akkor már nem is ellenséges. Na most, de ha valaki mondjuk úgy elnyomoskodik, hogy rejtett ellenséges, most neki ugye több szintet kellene fölfele jönni a hangulatban. Na azt meg, mivel rejtett ellenséges szinten van, na most úgy képzeljétek, hogy az egyik legismertebb szint a félelem, hangulati szint. Ugye tudja ki, mindenki, hogy mi az, hogy félelem, és mire képes akkor az ember, mikor fél. Na most a rejtett ellenséges, az majdnem pont a félelem szintjén van. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag, ha egy félelem, tartósan félelemben lévő emberről beszélünk, akkor az nehezen fog följönni tartós hangulati állapotba, olyan állapotba, hogy mondjuk unalomba legyen. Tehát az unalom az egy jó hangulat egyébként, mert amikor mondjuk ilyen megelégedett vagy unott az ember, vagy érdeklődését veszített, akkor még nincs, nem ellenséges, nem haragos, nem rejtett ellenséges, vagy hasonló, vagy bánatos, hanem egyszerűen csak elveszítette a célját. Tehát célja az annak az embernek van, aki érdeklődő. Tehát aki nincs az érdeklődés szintjén, lehet, hogy azt mondja, hogy van célja, de igazából nincs. Tehát akinek van célja, az legalább érdeklődés szintjén van. És amikor valaki elveszíti az érdeklődését, elveszíti a célját, és ezáltal az érdeklődését, akkor kerül ilyen érdeklődést veszített unalom hangulatba. De az még nem rossz hangulat, mondjuk egy ellenségeshez, vagy netán egy haragoshoz, vagy egy rejtett ellenségeshez képest. Tehát amikor az ember olyan hangulatban van tartósan, hogy másnak a burkoltan vagy szándékosan a kárát idézi elő,
akkor neki egy az, hogy olyan közösségbe kellene lennie, ahol tanulná. Tehát ő rájön először is arra, hogy ő avval a hangulattal, avval az állapottal, amiben van, mit okoz. Na most erre a legtöbb ember nem képes. Tehát a rossz állapotú emberek nem képesek arra, hogy felmérjék a saját helyzetüket. Tehát a rossz állapotú emberek, akármilyen hihetetlen, nem képesek logikusan gondolkodni. Hát nem képesek gondolkodni, szó szerint. Ösztönlények. A rossz állapotú emberek ösztönlények. És ugye egy, akit elnyomtak gyerekkorba, az már gyerekkorban rossz állapotba került, és azért elnyomoskodik, mert rossz állapotban van. Na most azok az emberek, akik rossz állapotban vannak idősebb korba, és mégse elnyomoskodnak, tehát nem nyomják el a környezetükben lévő embereket, azért nem nyomják el, mert az életük során ezt nem gyakorolták, egy, kettő, ők a neveltetésüknél és a megéléseik folytán, tehát van egy ilyen szociális viselkedésük. És ezért ugye azt csinálták, meg azt tanulták, meg azt élték, hogy ne csináld ezt, meg ne csináld azt, meg ne csináld amazt, és ezért nem csinálják. Mert nem is csinálták. Ugye egy antiszociális embernek hiába mondták, hogy ne csináld ezt, meg ne csináld azt, meg ne csináld amazt, annak ellenére csinálta. Világos ez? Tehát ebben különböznek azok az emberek, akik rossz állapotúak és antiszociálisak, meg azok az emberek, akik rossz állapotúak, de mégsem csinálják az antiszociális viselkedést. De a gondolatuk az antiszociális. Csak cselekedni nem cselekszenek. Na most egy rossz állapotú ember mégiscsak elnyomoskodik, mert teher a környezete számára. Értitek? Tehát mondjuk egy ellenséges ember teher azok számára, akik ennél jobb állapotban vannak. Egy haragos ember teher azoknak számára, akik jó állapotban vannak. Egy burkolt ellenséges, egy rejtett ellenséges ember teher azok számára, akik jó állapotban vannak. Tehát mégiscsak elnyomoskodik, oké? De ugye nem úgy, mint egy antiszociális ember. Tehát ugye amikor vizsgáljuk a szociális és az antiszociális viselkedést, akkor mindig az alapján vizsgáljuk, hogy megnézzük a szociális viselkedését az illetőnek. És a szociális viselkedés mellett megnézzük az antiszociális viselkedését. És akkor tekintünk valakit elnyomónak, hogyha az élete során az antiszociális viselkedés az többségében volt, mint a szociális viselkedés. Mert bárki lehet úgy, hogy valamilyen oknál fogva elromlik a hangulata. És per pillanat adott időszakban, ha mondjuk lehet, hogy ő egy olyan személy, hogy elromlik a hangulat és tartósan lemarad. Nem nagyon tartósan, de mondjuk hetekre, hónapokra, vagy akár évekre. De hosszú távon, ha megnézünk éveket, sok évet, akkor ő nem volt ilyen hangulatban, ezért amikor valakinek az antiszociális viselkedését nézzük, akkor nem adott rövid távot kell nézni, hanem az életét kell nézni. És az élete során, amit ugye ismerünk, akkor milyen viselkedést mutatott? Tehát a viselkedésének nagy része szociális volt, vagy antiszociális? Világos ez? Tehát ha valaki már gyerekkortól antiszociális többségi viselkedést mutat,
mert minden azt antiszociális viselkedik szociálisan, és minden szociális viselkedik antiszociálisan. Tehát azt kell nézni, hogy az élete során melyik van többségben. Ha valakinek az antiszociális viselkedés volt többségében, na akkor mondható, hogy ő antiszociális. Tehát amikor egy szociális ember antiszociálisan viselkedik, akkor lehet mondani neki, hogy antiszociális a viselkedésed, de nem azt, hogy te antiszociális személy vagy. Világos ez? Sőt, azt is lehet mondani, hogy amióta rossz állapotban vagy 3 hónapja, azóta teljesen antiszociális a viselkedésed, de nem azt, hogy antiszociális vagy. Világos ez? Na most ez egy tanítás is volt. Egy rész egy olyan coachképzésünkből, ember és életjobbító coachképzésünkből, ahol konkrétan azt tanítjuk, hogy hogyan ismerjük fel az antiszociális és a szociális embereket, és mit tegyünk azokkal, akikre megállapítjuk, hogy antiszociálisak. Ugyanis az antiszociális személy, tehát aki az életének a részében, tehát amennyit ugye ismerünk, akár mondjuk ezért elsősorban ki tudja megállapítani, hogy valaki szociális vagy antiszociális, hát aki régen ismeri. Nem aki tegnap ismerte meg. Egy jelenbéli működésről nem lehet azt mondani valakire, hogy na, ez egy antiszociális ember. Jó? Hanem hogy működik. Tehát, hogyha valaki gyerekkortól, emlékezzetek vissza mondjuk iskolába, ki van csukva, hogy nem volt olyan osztálytársatok, aki antiszociális volt. Nekem volt például olyan osztálytársam, képzeld el, középiskolába. Ugye én műszaki középiskolába jártam, ugye autószerelést tanultunk, és tanultunk heggeszteni. És heggesztettük az anyagot, ez meg olyat csinált, hogy oda ment gyerekekhez, és nézd meg, meleg, és oda nyomta a nyakához. Hát ezért kapott igazgatói intőt, én azért drukkoltam, hogy kirúgják ki. Mert egész, még a 4 évig velünk járt, állandóan kötözködött a gyerekekkel. Egyfolytában. Megtűrték 4 évig? 4 évig megtűrték. Mert nem lehetett kirúgni? Hát, jó kérdés. Biztos, biztos jó apja volt. Valószínű. Tehát lényeg az, hogy rengeteg gond volt vele, a gyerekeknek, nem a tanároknak, a gyerekeknek. Hát a gyerekeknek. Szóval a lényeg az, hogy egy ilyen ember ugye már gyerekkorban mutatja az antiszociális viselkedést. És akkor egész életében megvan ez a fajta viselkedés. Jó, tehát most gondold végig, ugye amit mondtál, mivel egész életét leélte antiszociális módon, és ő az a személy, aki legkevésbé beismeri, hogy ő antiszociális. Tehát egy szociális ember, mikor ezen a képzésen részt vesz, azt gondolja, hogy húha, én antiszociális vagyok. Azt gondolja magáról. Na, az antiszociális sose gondol ilyet magáról. Soha. Soha. Tehát lényeg az, hogy az az ember, aki antiszociális, annak egyetlen egy megoldása van, kivonják az élők sorából, és a következő életben tiszta lappal, törölt tudással születik. Na most persze egy antiszociális is megváltozhat, csak nem éri meg a szociális környezetnek, hogy megváltoztassa. Érted? Tehát túl sok energiába telik, hogy megváltoztasson egy antiszociális embert. Tehát túl sok energia. Tehát nem ér annyit. Meg lehet csinálni, csak nem ér annyit. Tehát egyszerűbb a kivonás. Nem a szociálisak vonják ki, hanem majd a fentiek megoldják ezt a kérdést. Viszont most az antiszociális emberekre szükség van. Nem itt környezetünkben, nem itt a PPA-nál, itt nincs szükség rájuk, hanem az életbe. Tudod miért?
mert akkor boldogtalanak az emberek, ha környezetükben jelen van az elnyomás, illetve elnyomók bőszen tevékenykednek. A bolygón minden ötödik ember elnyomó, minden ötödik. Tehát a környezetedben, most ne itt a PPA-ba ért, mert ide bejönnek és akkor úgy ahogy van elmenekülnek, szóval be se jönnek eleve. De régen, amikor pénzügyi területtel foglalkoztunk, akkor rengeteg antiszociálissal is találkoztunk ugyanabban az arányban, tehát minden ötödik ott is megjelent, de itt a szellemi területen nem találkozunk velük. Tehát ugye az antiszociálisnak van egy nagyon fontos tulajdonsága, amiről gyakorlatilag fel lehet ismerni, tehát az emberek javítása, az emberek jobbítása az számára üldözendő dolog, mert ha az emberek jobbá, értelmesebbé, okosabbá válnak, akkor ő azt gondolja, hogy azáltal az ő élettere csökken, és ezáltal az antiszociálisoknak az emberek jobbítása az egy idegen terület, tehát egy ellenséges terület, ezért nem kerülnek be olyan szervezetekbe, ami az emberek jobbításával foglalkozik. Na most akkor kiderült, hogy igazából mivel is foglalkozunk, mindjárt megnézzük, most kihagyjuk, ezt is kihagyjuk, na nézzük mit csinálunk. Na, az embereknek eljutatjuk azt a tudást és azokat a képességeket, és természetesen gyakorlási lehetőség nélkül az egész mit sem ér, amelyek által olyan élet és emberismerethez jutnak, hogy képessé válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megelőzésére, illetve megoldására, a célok elérésére, az ember és az élet jobbítására, és ebben képesekké válnak mások segítségére is lenni, illetve ezekben. Na most kérdezném tőletek, hogy szerintetek fontos az élethelyzetek helyes kezelése? Igen. Problémák megelőzése fontos, tehát hogy az ember úgy cselekedjen, hogy képes legyen a problémákat megelőzni? Akkor ha esetleg mégis jön egy probléma, mert valamit az ember elszúrt, hogy megoldja a problémát, fontos? Hát próbálja. Célokat megoldani fontos? Ezeket az embereket profin csinálják? Tehát az emberek ezeket csinálják profin? Nem. Nem? És fontos lenne, hogy csinálják profin? Igen. Uh-huh. És hol van ilyen tudás? De máshol. Na most, tehát jó, ha tudod, ha már ezt felhoztad, ezt a kérdést, jó, ha tudod, hogy tehát elérni azt, hogy mondjuk valaki, mondjuk az emberek fejlesztése terén híres előadó legyen, az nem kis feladat, és nem kis pénz. Na most, ha valaki így gyorsan színre lép, és gyorsan ismerté válik, és gyorsan hatalmas tömegeket tanít, akkor jó, hogy tudod, hogy azt nyomják a háttérhatalom. Azt nyomják pénzzel. Ezt jó, ha tudod. Na most, ami azt jelenti, hogy ha pénzelik őt, akkor jó célt nem szolgál. Világos ez? Na most úgy hallgass olyan előadókra, akik úgy gyorsan feltűntek. Jó? Nem feltétlenül, nem feltétlenül. Na most, akkor másik. Például voltak olyanok, jó, már lassan kiöregednek, akik már a szocializmusban ismertek voltak.
Na most, ha a szocializmusban valaki előadóként ismert volt, hát akkor az kommunista is volt. Na most magyarul ő is kapott hátulról hátszelet. Oké? Na most, hát én még kis tag se voltam, nem hogy kommunista. És ugye én az emberek fejlesztését az 93-ban kezdtem. És még csak itt tartok, ahol tartok. Ami annyit jelent, hogy én pontosan tudom, hogy keményen meg kell azért dolgozni, hogy az ember ezen a területen előre haladjon. És hát jó, most már lassan 3000 előadásnál tartok, igen, úgy összességében mióta előadásokat tartok. És lényeg az, hogy ugye engem nem támogatott senki ebben a kérdésben, de ugye azt is lehetne csinálni, hogy mint amit néhányan csinálnak, hogy képzéseket tartanak, vagy tanfolyamokat, és borsos árért. Például ismerek olyan előadókat is, akiknek egy tanfolyam mondjuk 1,5 millió forint. És akkor mondjuk egy 2 hetes tanfolyam. Oké? 2 hetes tanfolyam. Na most, vagy beülsz egy, hát nem tanfolyamra, hanem egy olyan szemináriumra, ami mit tudom, 1-2 napos, és az egy napért fizetsz mondjuk 10 000 forintot. Na most, hát persze lehet úgy haladni valamennyire, hogy olyan borsos áron kérik a képzéseket, de az akkor miről szól vajon? Nem a képzésről kérdezem én, hanem maga a rendszer miről szól? Hát arról, hogy az előadó gazdagodjon, nem? Hát arról szól. Így van. Na most nem tudom, tudod-e, hogy nálunk mennyibe kerülnek a képzések? Tehát óránként, ha kiszámolod, 330 forint. Igaz? Az első hónap ebből kivétel, mert az első hónap az 660 forint óránként. Tehát 30 óra képzés van egy hónapban, és azt visszahoztod, így jönnek ki az összegek. Tehát az első hónap 660 forint óránként, a második hónaptól 330 forint óránként. Hát nem mindig lesz ez így, mert időnként szokott lenni áremelés, és már nem volt 2 vagy 3 éve áremelés, úgyhogy valószínűleg hamarosan lesz. Sőt, már kiszámoltam, hogy mennyi lesz a következő, így van, következő időszakban a képzés ár, de ezt most nem mondom, mindegy, mert nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy aki elkezdi a képzés, az még árgaranciát is kap 3 évet, hogyha rendszeresen ugye tanulunk. A 3 év árgarancia az azt jelenti, hogy hiába lesz közben áremelés, annál az árnál marad. És hát szeretném azt elmondani, hogy miért is csinálom ezt. Tehát én azt tapasztaltam, hogyha az emberek tudatosak, és az emberek az élethelyzeteiket teljesen tudatosan képesek kezelni, akkor képesek arra, hogy békében, boldogságban, szeretetben éljenek. Tehát ugye ezt én megtapasztaltam, hogy erre az emberek így képesek. Honnan tapasztaltam meg? Hát ugye 93 óta több tízezer ember képzésében vettem részt személyesen. Tehát több tízezer embert képeztem személyesen. 91 óta van saját csapatom, tehát saját szervezésű csapatom. A szervezésben ugye jelenleg is aktívan részt veszek. Tehát lényeg az, hogy volt egy másik dolog, amiért elkezdtem ezt az egészet. Én is azok közé tartozom, mint valószínűleg te is, aki hát nem elégedett azzal, ami a világban van. És valahogy én ebben sose voltam elégedett. Én nekem az iskola az börtön volt,
szó szerint. Én börtönnek éreztem. Életem legszebb pillanata az volt, amikor leérettségiztem. És mentem hazafele, és azt éreztem, hogy végre kiszabadultam a börtönből. Tehát az iskolából. Na most már tesznek is azért, hogy tényleg úgy nézzen ki egy iskola, mint egy börtön, mert berácsozzák, tudod. Én még olyan iskolába jártam, ami nem rácsos volt. Na szóval hadd szokják, tudod, a diákok. Na szóval lényeg az, hogy gyerekkoromtól én azt éreztem, hogy én kilógok a sorba. Tehát más vagyok, mint a többi. De ezt imádtam. Tehát én nem akartam olyan lenni, mint a többi. De tényleg nem. Tehát engem például sose érdekelt a divat. Sőt, ha volt divat, akkor én nem úgy öltöztem. Érted? De azért se, hogy így van, szándékosan, hogy ne olyan legyek, mint a többi. Tehát például nekem személyesen sose volt olyan autóm, amiből sok van. Egyszer volt két hónapig, gyorsan eladtam, mert elegem volt belőle, hogy sokat látok. Tehát csak olyan autóm volt, ami ezen kívül, a két hónapon kívül, amiből kevés fut. Tehát én nem akartam olyan lenni, mint a többi. Érted? Na most mit csinál a többség? Ha megnézed, a többség az azért dolgozik, hogy a testének jó legyen. A testének jó legyen. Mit értünk ezen? Jól lakjon, akkor pihent legyen a teste. Akkor, mit tudom én, megitassa, ne legyen szomjas, most ezt alkoholos értelme is lehet érteni. Szóval, akkor ugye szórakoztassa a testét, nem? Lásson olyan dolgokat is, amivel dicsekedhet, tudod, amit esetleg más nem lát. Hát gyakorlatilag erről szól az emberek élete, és ezért dolgoznak. Hát én sose dolgoztam ezért. Sose, megmondom őszintén. Tehát nekem ez így kevés volt. Tehát kevés volt. Tehát én úgy éreztem, hogy ez kevés. Tehát ugye amikor jobban ment, bármikor életünk során, akkor mindig volt csapat. Tehát én azért kezdtem el az olyan típusú tevékenységet, hogy csapat, mert én rájöttem arra, hogy valami olyat kell az embereknek nyújtani, ami az embereknek szükségük van rá. Tehát mit tudom én, volt olyan időszak, hogy értsétek, volt olyan időszak, hogy anyagilag rossz helyzetben voltunk, ez általában váltás környékén volt mindig. Tehát mikor váltottunk profilt. És akkor nejemnek mondtam, hogy engem nem érdekel az, hogy hogy állunk anyagilag, engem az pénzzel abszolút hagyjál békén, nekem az a dolgom, hogy én teljesítsem, amit nekem teljesítenem kell, és ha én teljesítem azt, amit nekem teljesítenem kell, akkor lesz pénz is. Tehát én nem foglalkoztam soha azzal a kérdéssel, hogy mennyi pénzünk van. Érted? Ha megkérdeznéd, hogy mennyi tartalékunk van, nem tudnám megmondani. Fogalmam nincs. Tehát nem érdekel. Ezek nem érdekelnek. Tehát az se érdekelt, hogy mennyi pénzt keresek, érted? Az se érdekel. Valahogy ez már évtizedek óta így van. Érted? Tehát én azt tudom, ez egy szabály, én ezt javaslom mindenkinek. Jó, ezt írjátok föl, mert érdemes. Ha olyan dologgal foglalkozol, amire az embereknek szükségük van, akkor te se jársz rosszul. Kész, ennyi. Érted? Tehát amivel embereken segítesz, tehát a foglalkozásod olyan, ha jót teszel másoknak, akkor te se jársz rosszul. Ennyi.
De most foglalkozás szinten nyilván, tehát nem foglalkozás mellett, nem erről van szó, foglalkozás szinten. És én erre már nagyon rég rájöttem, még a 90-es évek leges legelején, 91-ben, hogy ez így működik. Tehát hogyha én olyat nyújtok az embereknek, ami az embereknek jó, akkor én se járok rosszul. Ennyi. És hogy milyen mértékben járok rosszul, az nem érdekes. Vagy jól akarom mondani, az nem érdekes. Na most közben, mivel ugye régóta emberekkel foglalkozok, több százezer embernek vittünk el valami életjobbító lehetőséget, hát összességében már vagy 50 ezer ember képzésében vettem részt személyesen. Ezért, és ugye az etikára azért, tehát gyerekkoromtól valahogy ilyen magasabb etikai szinten rendelkezem az átlagnál, hát ezért rám bíztak fentről dolgokat. Hát biztos, hogy ezért születtem, csak ugye addig nem bízták rám, míg nem bizonyítottam. Tehát rám bíztak például képességeket. Tehát adtak olyan képességeket, amit hát egyesek nem vesznek komolyan, nem én, hanem egyesek, még az itt tanulók között sem. Tehát ugye nekem van olyan képességem, hogy kapok információkat a jövőről, múltról, tudás információt, stb. Stb. Tehát például a képzéseket tartok, és mondjuk 2010 óta tartok főtevékenységben ilyen típusú képzéseket, amit most, és 2010 óta nem tudtak olyan kérdést föltenni az élet vagy az ember ismeretére, amire mondjuk legkésőbb 3 percen belül megkaptam volna választ. Nem embertől, hanem szellemlénytől. És ugye én azt úgy nevezem, hogy a teremtőmtől. És bármilyen témában, ami az ember vagy az élettel kapcsolatos, bármi felmerül, akár itt, akkor rögtön már kapok is információt, tehát most már 3 percet se kell várni. És ugye én, nekem volt egy látomásom, ez álmomban történt, hogy a szervezetemmel együtt kell megcsinálnunk az aranykort. Tehát a látomásomban az volt, hogy ott volt egy arctalan lény, amely arról beszélt, tehát ilyen, tudjátok, ez a csukjában, meg stb. Egy olyan lény, amely arról beszélt, hogy nekem kell ezt a szervezetemmel fölvállalni. Hát akkor a akkori létszám az azért nem az volt, ami most, hanem egy jóval kisebb. És azóta kaptam információkat azzal is, hogy arról is, hogy miért nekünk kell ezt megcsinálni. Tehát mit kell nekünk megcsinálni? Átadni az emberek számára azt a tudást és képességeket, ami által képesekké válnak szeretetben, békében és boldogságban élni. Hogy aranykor lehessen. De ezt ugye én egyedül nem tudom megcsinálni, ehhez kellenek nekem társak. Méghozzá 320 millió. Tehát nem kevés. Az nem azt jelenti, hogy mindenki a közvetlen társa, hanem a társaimnak a társainak a társai, stb. Stb. Így van. Tehát ami azt jelenti, hogy együtt tudjuk megcsinálni azt, hogy átadjuk az eltitkolt tudást. Azt az eltitkolt tudást, amit az emberek elől eltitkolnak évszázadok vagy évezredek óta, hogy az emberek ne boldoguljanak. Tehát szó szerint. Mert ha az emberek tudással rendelkeznek, akkor nem lehet őket elnyomni. Világos ez? Tehát egy ember, amelyik tud, azt nem tudják elnyomni. Ezt nem lehet elnyomni. Tehát azt lehet elnyomni, aki tudatlan. Oké, a tudatlanokat könnyen lehet elnyomni, manipulálni, hát a manipuláció is elnyomás. De azokat, akik tudnak, azokat nem lehet. És ugye van még egy fontos része az információnak, az, hogy az aranykorhoz az szükséges, hogy az emberek eljussanak
erre a két lelki szintre. Tehát legalább a hatodik lelki szintre. Tehát egy lelki fejlődést kell nyújtani az embereknek. Hát a tudással és a tudás használatával az ember elindul felfele. De ugye vannak ennek bizonyos feltételei, tehát idáig bárki el tud jutni a harmadik lelki szintig. A negyedik, ötödik lelki szint az már bizonyos feltételekkel teljesíthető. Meg természetesen a hatodik is. De ha már valaki bekerül a hatodikba, akkor már ő tuti tudna élni az aranykorban. Tehát az aranykorban már képes lenne élni. Tehát az aranykorban szeretetben, békében és boldogságban együttműködve képesek élni az emberek. Az aranykornak az a szerepe, hogy az embereket feljuttassa a beteljesülés szintjére. És ha egy ember feljut a beteljesülés szintjére, akkor választhat, hogy visszajön segítőnek, vagy pedig, hát a legtöbb ember nem ezt szokta választani, vagy pedig bekerül egy magasabb létformába, tehát egy isteni létformába. Jó? Tehát ami azt jelenti, hogy nem egy emberi testbe. Tehát ugye óriási különbség van a Földön és bárhol a máshol a világban. Tehát bárhol a máshol a világban egy lélek az nem veszti el születésénél a tudását. Tehát nem törlik a tudását. Tehát ő neki halmozódik a tudása, mióta a teremtő a lelkét létrehozta. És amikor az ő teste elhasználódik, akkor lecseréli és bele költözik egy olyan testbe, ami már felnőtt. Tehát fiatal felnőtt testbe. És ez a fiatal felnőtt testet bármikor le tudja tenni. Tehát ki tud lépni ebből a testből. Tehát amikor szüksége van a testre, akkor használja a testet. Amikor nincs szüksége, akkor kilép belőle. Ugye a test miatt korlátok vannak. Hát olyan korlátok vannak, hogy a testet nem lehet úgy közlekedtetni, hogy mondjuk a test egyik pillanatban itt legyen, a másik pillanatban ott. Nem lehet. Tehát a testnek kell fizikai szállítójármű. És annak korlátozott a sebessége. Ami azt jelenti, hogy meghatározott sebességgel tud közlekedni. De a léleknek nincs szüksége közlekedő eszközre. Mert a lélek az a gondolat sebességével képes közlekedni. Az azt jelenti, hogy ha az egyik pillanatban itt akar lenni, akkor itt van. Ha másik pillanatban a világegyetem másik felébe akar lenni, akkor ott van. Világos ez? Tehát nincs szüksége közlekedési eszközre, nincs szüksége levegőre, nincs szüksége élelemre, nincs szüksége ruházkodásra, hidegre, meleg érzékenysége nincsen, nincs szüksége lakásra, stb. Ez mind a test. A léleknek ilyenre nincs szüksége. Na most gondolj bele, most itt a földi létben élünk egy olyan fajta létformában, ahol be vagyunk zárva egy testbe. Tehát ezt a testet úgy alkották meg, hogy korlátozott kommunikációval rendelkezik egy másik ugyanolyan lény irányában. Tehát telepatikusan a legtöbbünk nem tud kommunikálni. Ezért ugye szóban kommunikálunk, vagy írásban, vagy valamilyen hasonló eszközzel. Tehát úgy nem tudunk, hogy gondolatilag, azért nem tudunk, egy, nem tanultuk, hiszen törölték a tudást. Kettő, maga a konstrukció itt fönn, ugye ez olyan, hogy korlátozza a kommunikációt. Nyilván tökéletesen korlátozni nem tudja, tehát hogyha valaki megtanulja a telepatikus kommunikációt, akkor gyakorolhatja, csak nem olyan szinten, mintha nem ebben a testben lenne. Tehát ez a boltozat itt a fejünkön, ugye ezt koponyának hívják, ez úgy van megkonstruálva, hogy az agy ilyen adóvevő képességét korlátozza. Tehát
lényeg az, hogy amikor az ember kikerül a földi létből, mert azt válassza ezen a szinten, akkor egy olyan testbe tud beszületni, ahol nincs meg ez a korlátozás. Tehát magyarul nincs ez a kemény. Nem lesz egy kemény fejű, tudod. Ez tipikus jó mondás itt az emberek számára, tudod, ez a kemény fejűség. Szóval a lényeg az, hogy most gondold végig, és lehet, hogy olyan dolgokat hallasz tőlem, ami ilyen mesének tűnik, vagy hát mondja Miklós, úgyse hiszem. Na most amikor én még nem voltam spirituális lény, hanem egy olyan ember voltam, mint a többi ebből a szempontból, tehát hogy ugye az anyag vezérelt, és elkezdtem hallani az ilyen információkat vagy ehhez hasonlót, akkor nekem rögtön az az első gondolatom az volt, hogy miért gondolkodnak úgy az emberek, hogy gondolkodnak. Tehát miért hiszik azt, hogy például egy élet, egy halál? Miért hiszik azt, hogy mit tudom én, mondjuk a lelkét most teremtette a Jóisten, mielőtt leszületett? És nincs reinkarnáció, nincs újjászületés, stb. Stb. Mind a válasz arra az volt, hogy azért, mert ezt tanították neki. Világos ez? Nem azért, mert ezt szopta ki az ujjából, hanem minden embernek, aki most ateista, azt tanították, ateista hitet. Senki nem úgy született. Érted? És akkor erre gyorsan rájöttem, hogy jó, mondjuk nekem volt egy bizonyos szerencsém avval kapcsolatban, hogy volt egy olyan nagymamám, aki beiratott hitt arra, és ezáltal valami információm lett az Istennel kapcsolatban. Tehát engem nem ateistának neveltek ezáltal. És mivel elsősorban a nagymamám nevelt, ezért ugye az ő hite befolyásolt leginkább. És nem a szüleimé, aki főleg apám ugye az nagy ateista volt. Na szóval gondold végig, hogyha valaki a bolygón ateista, az azért, mert ezt a neveltetést kapta. Érted? Na most, ha ő nem ateista neveltetést kapott volna, akkor ő nem az lenne. De ennyi esze nincs. Érted? A legtöbb embernek annyira rövid az esze, hogy még idáig se jut el, hogy rájöjjön arra, hogy ő az a ateista, mert őt arra tanították gyerekkortól. Érted? Nem maga szopta ki az ujjába. Nem maga kapta meg a választ, mondjuk a Jóistenétől, mert ha a Jóistenétől ő kapta volna meg a választ, akkor nem lenne ateista. Világos ez? Tehát magyarul ezt tanulták. Tehát én erre gyorsan rájöttem, hogy akit ateistának tanított, vagy ateista, azt annak tanították. Most akkor úgy következő gondolatom az volt, hogy melyik a jobb nekem? Az a régi dogmatikus tanítás, vagy az új információ? Most gondold végig, neked melyik a jobb? Hogy míg a világ, ezen a földön fogsz élni, érted? És mondjuk nézzük az abszolút ateizmust, hogy nincs lélek, semmi, van egy test, beleszülettél, majd meghalsz, és vége mindennek, érted? Vagy mondjuk nézzünk az emberiség nagy része nem ezt vallja egyébként, hogy csak egy nagyon kis része vallja ezt. Tehát talán egy tized része vallja ezt az egész emberiségnek, hogy egy élet, egy halál, azt kész, vége mindennek. Na most akkor biztos ez a 10% az jobban tudja, mint a 90, tuti, nem? Szóval nagy baromság. Tehát ezt nem is értem, hogy hiszik el, hogy ők jobban tudják. Na most utána nézzük
Nézzük tovább, hogy mondjuk mennyivel jobb vagy rosszabb az, hogy neked nem egy élet, egy halál, hanem benned van egy lélek, amely hozzád képest, a testedhez képest nagyon öreg, nagyon öreg, és törölt tudattal születtél, mert gondolj bele, nem is lehet más. Hát egy csecsemő testben nem tehetnek bele egy előző életű vagy több millió évet élt tudással rendelkező valamit, érted? Nem tehetnek bele. Most gondolj bele, ha ezzel az értelemmel, ami most van neked, beleraknának egy csecsemő testbe, mi lenne veled? Beleőrülnél. Szó szerint belezavarodnál pár hét alatt a tehetetlenségbe. Rosszabb lenne, mintha börtönbe lennél, érted? Sokkal rosszabb. Totál tehetetlenség, mert a csecsemő az totál tehetetlenség. Ezért ugye a világegyetemben nincs olyan, hogy gyerektestbe raknak egy lelket, csak itt a bolygón, hanem egy felnőtt testbe raknak be egy lelket, amely már teljes aktivitással rendelkezik. Oké? És hát gondold végig, melyik a jobb? Hát az, hogy neked már van egy előéleted, csak ugye úgy születtél le, hogy törölték a tudásodat, és akkor még menjünk vissza. Na most, de nézzük meg igazság szempontjából, hogy mennyire, tehát hogyha valaki hisz abba, hogy lélek, akkor abba is kell hinnie, hogy azt valaki teremtette. Nem? Tehát, hogy annak van teremtője, a lelkünknek. Na most, ha van teremtő, és akkor azt mondják, hogy a teremtő kontrollálja ugye a bolygót, akkor gondolkozz logikusan, hogy mennyire igazságos, tehát mennyire jó Isten lenne az, ha azt mondaná, hogy hát most rád nézek, hát te nem vagy szimpatikus, te engem beraknak egy rossz családba. Te szimpatikusabb vagy, te egy jó családba. Érted? Tehát gondold végig, hogy az ember az összes élőlény közül a bolygón az egyetlen, amely szinte mindenki más körülmények közé születik. Még a, majdnem a testvérek is. Kivétel az ikrek. Érted? Na most az egész élővilágot megnézed, mit tudom én, mondjuk egy vadállat, egy róka, az körülbelül hasonló körülmények között születik a világban, érted? Tehát nincs olyan különbség, mint az embereknél, hogy valaki beszületik jó családba, vagy még családja sincs, úgy olyan helyre születik, érted? Csak megcsinálták, az kész. Azután mehet állami gondozásba. Na most gondold végig. Na most, hát gondold végig logikusan, hogy akkor, hát miért van igazságtalanság? Nincs igazságtalanság. Hát nyilvánvaló, hogy ebbe az életbe, ahova születtél családba, az azért születtél abba, mert az előző életednek a következménye az, hogy te beszülesz egy olyan családba, amit megélsz olyan élethelyzeteket, amit az előző életedben elrontottál. Érted? Tehát csak hogy értsed, az előző életednek a következménye miatt születsz abba a családban, amiben beleszületsz, érted? És ugye egyre könnyebb a helyzet, minél több a család a bolygón. Annál könnyebben találnak olyan családot, ahova be tud születni az előző életed alapján. Világos ez? Ezért még olyan is létezik, hogy valaki elszúrta az életét, és visszaszületik ugyanabba a családba. Érted? Hogy hol hozza helyre? Olyan is van. Na most lényeg az, hogy hát most gondold végig, melyik a logikusabb számodra? Hogy van egy olyan világunk, ahol van egy olyan teremtő, ahol mindenféle családba belerakja ugyanazokat a tiszta lelkeket, érted? Vagy van egy olyan teremtő, vagy olyan teremtők, inkább úgy mondanám,
amik berakják a családba azokat a lelkeket, amit érdemelnek a lelkek az előző élet alapján. Melyik az igazságosabb? Nyilvánvaló. És melyik a logikusabb? Nyilvánvaló, nem? Tehát, és nem is tudom emberekkel, hogy lehet azt elhitetni, hogy nem volt előéletünk. Hogy lehet ezt elhitetni? Nem gondolkoznak azon emberek, hogy hát akkor az a jó Isten, akkor az nem is jó Isten lenne, hanem az a legesleg gonoszabb Isten, mert a hasára ütés úgy határozza meg, hogy ki hova szülessen. Hát még az ember se csinál rendszeresen olyan dolgot, hogy hasára ütés annak alapján cselekszik. Nem egyszer. Hát jó, de rendszeresen. Most rendszeresen van szó. Na szóval, akkor ugye ezen is gondolkodtam, akkor már mint úgy értve, hogy melyik a logikusabb természetesen, és akkor utána, tehát ahogy az ember elfogadja azokat a szabályokat, ami a világban léteznek, annál inkább látom azt, hogy ellátnak, elmernek látni információval. Érted? Tehát, és annál inkább ellátnak plusz olyan információkkal, amit előtte nem csinálták. Mert annak alapján, amit ugye, ahogy én gondolkodok, ahogy én cselekszek, annak alapján látnak el további információkkal. És akkor itt vagyunk mi emberek, érted? És az lenne a logikus, hogy egész míg emberek, ez az emberi lélek létezik, akkor ebben a reinkarnációs folyamatban legyünk benne. Hát ennek akkor így nem lenne értelme az életünknek, gondol bele. Hát mi az értelme? Hát a lélek szempontjából néz, nem a test szempontjából. A test szempontjából az ég adta világon semmi értelme egyébként. Hát nézd meg, a test szempontjából mi értelme az életnek? Hát mindenki meghal, nem? Ha van értelme? Nincs. Sírba senki nem tudja vinni semmit, a testét. Nem, hiába a testével nem visz sírba, be lehet rakni abban a sírba bármit, csak nem ér vele semmit, érted? Tehát testi szempontból gyakorlatilag az életnek az ég adta világon semmi értelme nincs. Lelki szempontból van. Mert egy olyan testben vagyunk, ez is egy különleges dolog, amely test egyedülállóan a világon képes generálni a problémákat. Tehát te saját magadnak képes vagy generálni problémákat. És nem kell, ha ez egy másik személy. Nem tudom, észrevetted-e. Na most ilyen test nincs több a világon. Komolyan, ez kiváló dolog, gondold végig. Miért kell megtapasztalni a rosszat? Hát, hogy tud értékelni a jót. Hát nyilvánvaló. Hát a gondold végig, egy gyerek nem tapasztalja meg a rosszat, akkor nem tudja értékelni a jót. Tehát egy gyereknek például semmi nem érjen, szinte burokba nevelik föl, mindent megadnak neki. Mire fogja vinni felnőttként? Semmire, szó szerint. Semmire nem fogja vinni. Érted? Tehát egy gyereknek is meg kell tapasztalni a jót is, meg a rosszat is. Hogy tudja a különbséget. És ma egy olyan világban nevelik a gyerekeket, a szülők, hogy a gyerekek jó része nem tapasztalja meg az ellentéteket. És nem tudja, nem ismeri az ellentéteket. Tehát egy ember akkor tudja értékelni, nézd meg, akkor tudod értékelni a jót, ha a rosszat is megtapasztaltad. Tehát például akkor értékeled igazán a jót, ha megdolgoztál érte, nem? Na most az a megdolgozás érte, az meg kemény volt, az nem volt annyira jó. Gondold végig. És utána azért örülsz neki, mert nagyon megdolgoztál érte. Ezért vannak olyanok, akik például saját maga építette a házát. Van ilyen itt a teremben, aki maga építette a házát? Vagy a párjával együtt építettétek. Oké. Aki például saját maga építette a házát, azoknak a legtöbb olyan ember, nagyon nehezen válik meg attól a háztól. Tehát sokkal nehezebb, mint aki csak vette. Tehát csak beleköltözött. Tehát bármi,
amit megtapasztalt, tehát megszenvedtünk érte, azt jobban értékeljük. Na most és miért kell megtanulni a jót meg a rosszat? Hát nagyon egyszerű, erről már többször beszéltem, újaknak viszont lehet, hogy új. Hát azért, mert a világegyetemben a lélek az úgy működik, hogy hatalomra törekszik. Ha nem törekedne minden lélek, az hatalomra törekszik. Nehogy azt mondd, hogy te nem. Ha te nem törekszel hatalomra, akkor soha nem vitatkoztál. Ha bármikor életedben vitatkoztál, akkor hatalomra törekedtél. Ennyi. Ugyanis az az ember, aki nem vitatkozik sose semmilyen helyzetben, na az az egyetlen, aki nem törekszik hatalomra. Oké? Na hát ilyen emberrel nem sokkal találkoztál életedben szerintem. Na szóval, lényeg az, hogy minden ember és minden lélek a világegyetemben az hatalomra törekszik. Van, aki intenzívebben, van, aki kevésbé, de ez egy alap tulajdonsága a léleknek. Na most, ha egy lélek hatalomra törekszik, ennek az a következménye, hogy na mit akartam ebben kapcsolatban mondani? Na mindegy, majd eszembe jut mindjárt. Az a következménye, hogy ja igen, a fejlődés, abból alakul ki a fejlődés. Ha ez nem lenne ez a tulajdonság, akkor a világegyetemben nem lenne fejlődés. Tehát, hogy többet akar. És mivel ez a fajta tulajdonság a világegyetemben minden léleknek tulajdonsága, ezért, ha egy hatalomra törekvő lény, lélek nem tapasztalja meg a jó és a rossz közti különbséget, akkor a rossz is lehet neki cél. Érted? Hát nézd meg. Hát nagyon sok embernek a rossz a cél. Tehát mit tudom, mondok példát. Úgy keres pénzt, hogy drogot árul. Vagy drogcsempészetbe vesz részt. Érted? Tehát lényeg az, hogy meg kell tapasztalni a lelkeknek azt, hogy mi a jó, meg mi a rossz. Ha egy lélek nem tapasztalja meg, hogy mi a rossz, én a következőt tapasztaltam ezzel kapcsolatban, ugye tudjátok, hogy réges-régen van csapatom, és ugye nagyon sok emberrel dolgoztam már, és én nagyon sokszor megtapasztaltam embereknél azt, hogy volt választási lehetősége a jó és a rossz között, és nem a jót választotta, hanem a rosszat. Érted? És azáltal, hogyha egy ember a rosszat válassza, azáltal szembe kerül olyan emberekkel, akik a jót választották. Világos ez? És onnantól kezdve, addig, akik együttműködtek, mondjuk egy dologban, és onnantól, hogy a másik, tehát az egyik személy a rosszat választotta, szembe kerülnek egymással, és már nem tudnak együttműködni. És ez nem csak bolygószinten van így, hanem a világegyetemben is ugyanígy van. És azok az emberek, akik a rosszat választották, tudod miért választották a rosszat? Mert nem tudtak a jó és a rossz között különbséget tenni. Világos ez? Mert azt a rosszat előzőleg még nem tapasztalták meg. Értitek? És ez világegyetemi szinten így működik. Hogyha a lelkek a fejlődésük során, a tanulások során nem élik meg a rosszat, akkor ha kikerülnek hatalmi pozícióba, akkor ezzel a tudatlanságukkal vissza fognak élni, és a rosszat könnyen választják. Mondok példát, nézd meg! Nem tanulják meg itt az emberek a rosszat, és bekerülnek mondjuk olyan hatalmi pozícióba, mint mondjuk miniszterelnök lesz, vagy tudom én, pártvezér, és akkor elkezdi a diktátor szerepet. Érted? Vagy elkezdi elnyomni a környezetét.
Tehát nem él, hanem visszaél a hatalmával. Tehát hogyha egy lélek nem tapasztalja meg a rosszat, akkor simán rosszra használhatja a képességeit. Érted? Vagy a hatalmát. És ugye ez egy olyan bolygó, ahonnan nem tudsz távozni. Se fizikailag, se lelkileg. Lelkileg akkor távozol, mikor kikerülsz, távozhatsz, ha kikerülsz ebből a testből. De akkor sem magadtól távozol, hanem megfognak és visznek. Szó szerint. Tehát visznek. Nem. Visznek. Visznek, elvisznek. Tehát a Föld körül van egy olyan energiaháló, ami nem tudsz átmenni. Csak úgy tudsz átmenni, hogyha átkísérnek rajta. Tehát ez tény. Tény. Tehát ez a lényeg az, hogy a lelkek, amikor ugye meghalnak, kilépnek a testből, és el kell távozniuk a bolygóról. Sokan nem távoznak el, itt vannak köztünk, ugye a bolygón, ugye mert nem tudják, hogy meghaltak a legtöbb, meg nem tudják, hogy el kell menniük, és nem mennek el. De akik elmennek, ugye azért az a többség, azt átsegítik ezen a hálón, és megyünk a Marsba, vagy a Vénuszba. Ott van a két telep, ahova lelkeket gyűjtik. És onnan születünk újból újra, tehát egy létközi állapotban vagyunk ott ebben a két bolygón, és onnan kerülünk vissza ugye a Földre, tehát visszaküldenek minket, visszakísérnek minket, átkísérnek ugye ezen a hálón, és onnantól kezdve beszületik az ember majd abba a testbe, amit ugye bevállalt, hogy beszületik abba a családba, ahova bevállalta. Az előző élete alapján. Na most gondold végig, hogy így ebben a testben, amiben vagy, elég érdekes lenne értékelned az életedet. Már az eddigit is. Miért? Mert mindenkinek van egója. És ez az ego úgy működik, hogy tehát van egy óriási különbség a lelkünk és a testünk között, erről még sosem beszéltem, amiről most fogok. Az a különbség, hogy a léleknek nincs túlélési ösztöne. Mert a lélek végtelen lélek, élet, évszámú. Tehát nem hal meg, elpusztíthatatlan. Tehát annak nincs túlélési ösztöne. A testnek viszont van. Mivel a test korlátozott időtartamot tud végigélni. Ezért, amikor túlélési ösztönökről, vagy túlélési működésről, ösztönös működésről beszélünk, az soha nem lelki dolog, az mindig testi dolog. Az azt jelenti, hogy bármilyen túlélési dolgot művelsz, az mind a tested rendezi, és nem a lelked. Tehát a test akar túlélni. Na most ezért ugye a testhez van egy ego kapcsolva. Na most emiatt a túlélési ösztön miatt, ugye ez egy ösztön, tehát nem értelmes dolog, ez egy ösztön, a túlélési ösztön miatt nem tud senki se reálisan ránézni a saját életére, csak ha ezt megtanulta. Oké, a túlélési ösztön. Mert a túlélési ösztön arra van hivatva, hogy te amit tettél, azt jól tetted. Mert ha megállapítanád, hogy amit tettél, nem jól tetted, akkor ez a tested túlélése ellen lenne. Nem tudom, érthető-e. Világos ez? Ezért ugye minden ember, amit tesz, megerősíti, hogy ez helyes volt. Oké? És nagyon tudatosnak kell lenni ahhoz, hogy egy ember azt tudja mondani, hogy ez egy nem helyes cselekvés volt. Akkor nézzük meg, mit kellett volna ehelyett tenni, és nézzük meg, hogy mit fogok ezután tenni. Ennek semmi köze a testünkhöz, ez tisztán lelki dolog. Mert a léleknek nincs túlélési ösztöne, jó? Tehát egy olyan lénynek nem kell túlélési ösztön, aminek végtelen a túlélése. Világos ez?
csak annak kell túlélési ösztön, amelyiknek nem végtelen az élete. Na szóval, azáltal, hogy a testünknek van egy ilyen túlélési ösztöne, ezáltal nem vagyunk képesek arra, hogy reálisan ránézzünk a saját életünkre. Mert azt állapítjuk meg rögtön, hogy helyesen cselekedtem. De az ember kilép a testéből, más a helyzet. Tehát ha meghal és elhagyja a testét, akkor onnantól kezdve a lélek reálisan túlélési ösztön nélkül rá tud nézni az eltelt életére. És meg tudja állapítani, hogy ez helyes volt, helytelen volt, itt más kellett volna csinálnom, itt nem jól cselekedtem, stb. Stb. És reálisan tudja azt mondani, hát ezt igen, ezt helyre kell hoznom. Világos? Ezt a test nem tudja mondani. Csak ha tudatos az illető. És lélekvezérelt. Tehát amikor a legtöbb ember ugye kikerül a testéből, akkor tudja csak reálisan ránézni a saját életére. És akkor tudja azt mondani, hogy ezt ki kell javítanom. És ezért bevállal egy következő olyan életet, ahol javítási szándékkal jött le. Kijavítási szándékkal jött le. Na most gondolj bele, ez mennyivel reálisabb, mint ezekről a dolgokról máshol, mint tudom, iskolákba tanítottak. Oké? Okay? És lejössz, beszületsz egy olyan családba, érted? Ami alapján megéled azokat az élethelyzeteket, ami kialakít benned olyan tulajdonságokat, az élethelyzetek, ami által létrehozol magadnak, a test hoz létre, ösztönösen, létrehoz problémákat, amit neked meg kell élni, hogy tudjál felül uralkodni azokon a problémákon. Érted? Tehát nem is jó szó az uralkodás, hanem megoldani. Képes legyél. Tessék? Felülkerekedni azokon a problémákon, igen. Érted? Ezért megélsz olyan élethelyzeteket, ami által olyan tulajdonságokat fogsz felvenni, ahol létrehozod magadnak a problémákat. Érted? Tehát saját magadnak. Tehát nem kell egy másik személy hozzá. Tehát ez a test kiválóan alkalmas arra, hogy létrehoz magadnak problémákat, és nem kell hozzá senki. Érted? Na ezért nem pusztították el ezt a testet a fentiek. Mert a világegyetemben még egy ilyen test nincs, amely maga generálja az értelmes lénynek a problémákat. Érted? Ez az egyetlen ilyen test. Autó. Így van, ilyen probléma generál, nem okos, inkább azt mondom, probléma generáló test. Oké, lényeg az, és ezért működtetik ezt a testet már hosszabb ideje. Így van, és a lélek így megéli azokat a tulajdonságokat, hogy mi a jó és a rossz között a különbség. Jó, és hogy értékelje a jót, és leértékelje a rosszat. Oké? De hát ugye sajnos ez a test rövid életű. És hát ugye mert állati génekkel rendelkezik, ezért rövid életű. Hát azért furcsa lenne, hogyha mondjuk ilyen, mondjuk 150 évig élnénk, mint egy elefánt, és ilyen ormányunk lenne, meg ilyen nagy robosztusok lennénk, nem? Hát furcsa lenne. Tehát ugye egy elefánt azért az ormányával nem képes olyan dolgokra, mint az ember a kezeivel. Nem véletlenül mondják, hogy az elefánt a porcelánboltban mit tud művelni, tudod? Szóval ugye ebben a testben sajnos eddig tudunk élni, na most ez a test viszont csak abban, erről beszéltem a múltkor, csak abban az esetben alkalmas arra, hogy ezt végigcsinálja egy élet során, hogyha elvonul család nélkül egy kolostorba, és gyerekkortól, és az egész életét a tanulással tölti. Méghozzá az élet és az ember működésével kapcsolatos tanulással.
Ezért az elmúlt évezredekben azok jutottak ki a földi létből egy magasabb létformába, akik ezt megcsinálták. Na most, de az azt jelenti, hogy nincs család, semmi nincs, nincs gyerek, az egész életét a tanulásra tölti. Így van, a bölcsessége gyűjtögetésére, persze. Na most, de most kaptunk emberiség szinten erre egy lehetőséget. Hogy ha van saját csapatod, megélhetsz olyan, nem megélhetsz, megtanulhatsz olyan élethelyzeteket, amit nem neked kell megélned. Érted? Tehát saját csapat. Hogy lehet saját csapatod? Hát úgy van kitalálva a rendszerünk, hogy mindenki hozhat tanulókat. Tehát mindenki hozhat tanulókat, ez a rendszer így van elkészítve. És a tanulók is hozhatnak tanulót, a tanulóidnak a tanulói is hozhatnak tanulókat, így ezáltal tőled kiindulva létrejöhet egy csapat. És az a csapat, ami tőled kiindulva létrejött, annak az élethelyzeteire rálátsz. Tehát ott avval a csapattal kapcsolatban vezetői, igazgatói szereped is lehet, ha akarod természetesen, és akkor totál rálátsz azokra az emberekre, azoknak az élethelyzeteikre, akik a csapatodban vannak. Na most ezért ugye én sokkal több élethelyzetet láttam már, és sokkal több élethelyzetet ezáltal megismertem, megtanultam, mint itt bárki. Mert nekem saját csapatom van, 91 óta. De te is meg tudod ezt csinálni. Tehát nekem nem kellett minden élethelyzetet megélni, amiket én megtanultam. Mert mások élethelyzetéből tanultam meg a javát, érted? Persze sok mindent megéltem, az is átlag feletti, amiket megéltem személyesen a bőrömön, de a nagy részét akkor se nekem kellett megélni. Érted? És ezáltal, mivel nem éltem meg, hanem megtanultam másoktól, a saját csapatomból, ugye, följebb tudtam ezeken a szinteken lépni. Én ugye most jelenleg a 6. lelki szinten vagyok. Ami azt jelenti, hogy én már bekerülhetnék az aranykorba. Na én azt szeretném, hogy te is bekerülj. Oké? És a 6. lelki szintet, ha elérjük együtt, és aranykor lesz, akkor már csak egy lelki szintet kell feljebb lépni. Persze, az se könnyű dolog, de egy lelki szintet kell csak feljebb lépni. Tehát itt van egy olyan feladat a bolygón, ami soha nem volt. Egy élet során tömegesen el lehet érni azt, hogy eljussanak az emberek a küldetés szintjére. Nagyon a bolygón, eddig mióta ez az emberiség létezik, nagyon kevesen jutottak ide. Nagyon kevesen jutottak ide. Tehát mondtam, annak a feltétele mind az volt, hogy bezárták magukat egy kolostorba, és csak tanultak. Érted? És a csapatnak más előnye is van, mert ha az embernek van saját csapata, akkor nyilván a vezetőre figyelnek a csapattagok. És egyáltalán nem mindegy, hogy a vezető milyen életet él. Tehát érdekes lenne, hogyha én tanítok nektek valamit, és nem azt az életet élném. Érted? Tehát nem fordulhat elő. Mert ugye a szemetekbe kell néznem, amikor én tanítok. Nem úgy kell tanítani egy tanítónak, hogy közben lesüti a szemét, mert nem mer az emberek szemébe nézni, mert tudja, hogy vizet prédikál, az bort iszik. Érted? Tehát lényeg az, hogy egy olyan lehetőség van a szervezésre, amiből még előny is lehet, mert vannak, akik a szervezésből itt élnek. Tehát abból élnek, a szervezésből. Érted?
És a szervezés az pontos módszerrel működik, és kiváló módszerrel működik. No, de erről nem szeretnék beszélni, hanem úgy látom, hogy az időn mindenféleképpen túlmentünk. Ugye köszönöm szépen a figyelmeteket, bármi kérdésed merült föl, akkor kérdezz utána a vezetőtől, használjátok a weboldalt, ha nem tudsz belépni a weboldalra, akkor nézz utána a jelszavadnak, elfelejtett jelszóban, vagy kérd a vezetőt segítségét a jelszó készítésben. Mindenkinek további jó tanulást kívánok, ami egészen majd 8 óráig fog tartani, és 20 perc szünetünk lesz, igen, ezt akartam mondani. Köszönöm a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!